Ezeknél az ablakoknál lehet majd szeptember 15-én a Nyíregyházi Ügyfélcentrumban intézni a helyi adók befizetésével kapcsolatos ügyeket. Rendkívüli nyitvatartással várják az adózókat a 29-30-31-es ablakoknál, de telefonon, e-mailen is elérhető lesz a hivatal. Nyíregyházán 14.500 működő vállalkozás van. Nagyvállalatoknak, kisebb cégeknek és egyéni vállalkozásoknak is szeptember 15-éig kell befizetniük a 2016. év második fél évére esedékes iparűzési adót. A városban 8000 felett van az építményadót fizető vállalkozások száma, valamint 40000 gépjármű tulajdonos is adózik. Megközelítőleg 4,2 milliárd forint adóbevételt remélünk szeptember 15-ére. Ez azt jelenti, nyilvánvalóan, hogy a legfontosabb iparűzési adó nemből származó bevételünk el fog érni megközelítőleg a 3 milliárd forintot, építményadóból pedig 1 milliárd forintra reménykedünk, hát nyilvánvalóan a többit pedig a többi adó nem fogja kiadni. Nyíregyházán jelentősen javult az adófizetői magatartás, kevesebb a kintlévőség és kevesebb a hátralék, mint a korábbi években, tudtuk meg. Ugyanis az adózók tisztában vannak azzal, hogy a késedelmes fizetés, a tartozás szankciókkal jár. Az adóhatóság inkasszót, foglalást kezdeményezhet, behajtja a tartozást. Ha van fizetési hajlandóság, akkor pedig részletekben is befizethető az adó. Várjuk, hogy érkezzenek hozzánk kérelmeikkel, gondjaikkal, panaszaikkal, szeretnénk megoldani. Nekünk az a legfontosabb, hogy az adóforintok megérkezzenek a költségvetési számlajavára, illetve hogy az ügyfelek elégedettek legyenek a szolgáltatásunkkal. Évente közel 1000 vállalkozás szűnik meg a megyeszékhelyen, és 600-700 új cég vagy egyéni vállalkozás kezdi meg működését.